rettenetes zord időjárás. Nem ezt beszéltük meg előre, ezt Kínából már megrendeltük fél éve a jó idő, de ezt mindenkinek most szólok, hogyha Kínából rendelsz valamit, így ne legyél benne biztos, hogy megérkezik időben, meg nagyon durva vámot raknak rá. Érkezik egy olyan visszajelzés, hogy nem elég viccesek a videóim, úgyhogy akkor elmondok egy viccet, amit már régebb óta tervezek, ez a paradicsomos vicc, ez nagyon jól a kedvenc viccem, és kiválóan mutatja be a kutyapártos működést. Tehát egy sivatagban sétál 10 paradicsom. És pillanat. Sziasztok, Szécsi Barbara vagyok, Gyesen lévő anyuka, Pest megye első választókörzetében induló két farkú jelölt. Egerből jelentkezünk itt a kampányfőnöknek, Váradi Zoltán és barátom Artur. Részkedtünk itt a hóba, már nagyon fázunk, és szükségünk van kézmelegítőre, amit mindjárt beszerzünk itt az autóból. Két farkú kutyapár. Mert az a szomorú, hogy gyakorlatilag nagyobb vicc az, ami jelenleg van, mint sem, amit ti csináltok, úgyhogy nagyon drukkolok nektek. Ha akarjátok, hogy valaki hozzon nektek meleg teát, azt most bemondod, akkor holnap lehet, hogy hoznak. Hát péntekre szeretnék. Pénteken hányra szeretnél meleg teát? Hát reggel 8-tól végig itt vagyok. Aha, jó, egész nap jöhet a te a Blahalúza térre. Gyerekkorom óta megkeresnek engem a különböző természet feletti lények, és akkor segítséget kérnek tőlem. Akkor tatamányát el fogják is lepni az ilyen természet feletti lények? Igen. De Léci, ne trollok legyen. Ez a sátor? Ez a sátor. Néha le kell verni róla a havat, aha, mert különben összerogyik. Erről beszélek, hogy ebbe csalódtam engem, mert ez az egész kutyapárt azért érdekelt, mert hogy majd nem kell dolgozni, és lesz pénz. És most úgy érzem, hogy a fordítottja valósult meg egyelőre. De mondd azt, hogy ezek ilyen rövid átmeneti időszak. Ez csak egy átmeneti időszak. Jó, most megnyugtattál. Gondom van a pénzosztással is, méghozzá az, hogy én úgy értettem ezt, Csabi, amikor ezt a matricát kitaláltuk, hogy valaki más oszt pénzt nekünk, bazd meg. De nem az, hogy mi osztunk pénzt másoknak, úgyhogy nekünk nincs de is. De most ezt nem mondod, hogy... Hát ez a mostani terv. De... Örök élet! Ingyen sör! Ó, de finom kávészag van. Szia, kutyi! Szeretném bemutatni a két farkú kutyapárt miniszterelnök jelöltjét. Mit üzensz a választóknak? Kutyi. Jó, hát az idő az bosszantóan meleg van, nem? Tehát igen, annyira örülök én is, hogy végre itt a tavasz. Szia, Regina, honnan jössz? Szia, nem tudom. És hová mész? Győrbe holnap. Holnap Győrbe mész gyűjteni, vagy mi? Aha, respekt. 17. a 18. kerületben nem egy rossz pálinka. Nem tudtunk jelöltet indítani, de ők is szívesen jöttek volna alá, de úgy néz ki, hogy ők meg passzívták, nem majd eljönnek, hogyha... Na, jó. Hát ez egy nézés. Szervusz. Hát kedves egészségünkre. Kedves egészségetekre. Köszönjük szépen a lehetőséget, József. Köszönjük, igen. Igen, köszönjük szépen, mert Pelikán Józseftől kaptuk ezt ezt az irodát, amit ezúttal meg is köszönünk neki. De lehet, hogy nem várja meg az a nő. Fú, ne csináljuk már azt, hogy én egy titkárnő vagyok folyamatosan ebben az egész két farkú kutyapártos összes. Ez az... Gyorsulva életben, faszom, ki van már?